21-22-es vereséget szenvedett a Debrecen ellen a DKK a felnőtt együttese hazai környezetben. Már a mérkőzés kezdete sem alakult túl jól együttesünknek, hiszen Vágó Attilának viszonylag korán időt kellett kérnie, hogy rendezni tudja a sorokat. Végül az első játékrész 9-12-es vendégelőnnyel zárult. A fordulást követően azonban összeszedte magát a hazai csapat. Először megközelítette ellenfelét, majd 21-21-re fel is jöttek. A párharc végén azonban az utolsó támadás joga a Debrecennél volt, akik mindössze 3 másodperccel lefújás előtt a kapuba találtak, így kialakítva a 21-22-es végeredményt. A párharcot követően Vágó Attila vezetőedző gratulált Szilágyi Zoltánnak, majd a csapatok képviselői értékeltek. Először is gratulálni szeretnék az ellenfelünknek, hiszen köszönjük. Példamutatóan nagyszerűen küzdöttek. És tényleg ugye az utolsó másodpercekig megvolt az esélyük arra, hogy pontot szerezzenek ellenünk. A teljesítményünkkel abszolút nem lehetek elégedett. Mélyen a tudásunk alatt játszottunk. Az első fél időben a védekezésünkkel, ez volt talán az egyetlen olyan időszak, az 30 percen keresztül a védekezésünk az, ami pozitívan értékelhető. Vámos Mira, a debreceniek játékosa is gratulált a DKK a csapatának. Én is szeretnék gratulálni a Dunaújváros csapatának, hogy remek mérkőzést játszottunk, izgalmas lett a vége. Úgy gondolom, hogy saját magunknak tettük nehézé ezt a mérkőzést. Rengeteg technikai hibát és zicsert vétettünk, és ezt nagyon jól használtak a Dunaújváros. Ennek ellenére én örülök, hogy 2 ponttal tudunk hazamenni, és most lesz egy kis szuszanás időnk, hogy rendezzük a fejeket, és így tudjuk a bajnokságot befejezni. Kazai Anita, a hazaiak játékosa csalódott volt a lefújást követően. Hangsúlyozta, csapatként küzdöttek, de végül nem sikerült nyerni. Először is szeretnék én is gratulálni a Debrecennek a 2 ponthoz. Nem tudom, csalódott vagyok. Nehéz bármit is mondani, mert végig azt éreztem a második fél időben, hogy megvan az az erő bennünk, hogy itthon tartsuk a 2 pontot, és azt gondolom, hogy ahogy küzdöttünk, ahogy védekeztünk a kapu, a előd, a támad, a előny, hátra, minden olyan szinten jól működött most a csapat, tehát hogy hibák nyilván voltak, de a csapat maga az olyan jól működött, hogy azt... Azért mondom azt, hogy csalódás, mert egy jó csapat ellen így tudunk játszani, és még sincs meg az eredménye a munkánknak. A DKK a felnőtt együttese a 22 lejátszott mérkőzést követően szerzett 18 ponttal, továbbra is a középmezőnyt erősíti a bajnokságban. Kézilabdázóink továbbra is azért küzdenek, hogy a lehető legjobb eredményeket érjék el a jövőben.